Aranyérmet szerzett az erőemelő világbajnokságon Bana Milán. A junior sportoló kiénekelte a sajtot a riválisai szájából Svédországban. Az ő sikere is jól mutatja, hogy mekkora potenciál van a hajdúszoboszlói fiatal sportolókban. Bana Milán 5 éve készül erőemelő versenyekre. A mögötte lévő kemény felkészülésekkel mára a junior világbajnokságig jutott, ahol a legnehezebb súlycsoportban állt a súlyok elé. Svédországban volt megrendezve a IPF által a Nemzetközi Erőemelő Világbajnokság. Ott jártam, és junior kategóriában 120-20-os testsúly kategóriában versenyeztem. Egy olyan mezőnyben olyan versenyzők ellen kellett eredményt elérnie, akiket korábban nem ismert. Nem, abszolút nem ismertük a mezőnyt. A nemzetközi szereplés és a 8-ból 3 versenyzőnek volt, akiről tudtunk valamit. Ebből az egyik az orosz versenyző volt, neki be is igazódott az ereje, sajnos. Az erőre azért Milán sem panaszkodhat. A különböző fogásnemekben olyan súlyokról beszélt, amelyeket józan ésszel felfogni is nehéz. Guggolással kezdődik ez a verseny. Melegítés során elég könnyűnek bizonyult a guggolás, egészen 307,5 kilós guggolásig tudtam eljutni, amely junior és felnőtt országos csúcs egyébként. Utána jött a fekvenyomás. Fekvenyomásról is nagyon jól ment a melegítés, láttam a kezdő súlyokat, az ellenfeleknek a kezdő súlyait. Ugyanannyin kezdtem az olasz versenyzővel, 205 kilón. A harmadik fogásra 222,5 kilót kért az olasz versenyző, és mivel 15 kilóval vezettem a harmadik előtt, tehát senki nem tudta volna elvenni a második helyet, így azt mondtam, hogy kockáztassunk és kérjünk 225 kilót, és az olasz versenyző ugye megnyomta a 222,5 kilót, ez pont elég volt arra, hogy eléggé felszívja magam, hogy meg tudjam nyomni a 225-öt, és így a fekvenyomásban aranyérmet értem el. A felhúzásnak tehát már egy aranyéremmel a tarsolyában vághatott neki. A taktika azonban ezúttal sajnos nem jött be. A felhúzásnál azt eltaktikáztuk, valójában a melegítést. Az is része volt, mert túl magas súlyig mentünk melegítésbe, 277,5 kilót még húztam a melegítőbe. A előre megbeszélt kezdősük az 285 kiló volt, de felmentünk 292,5 kilóra kezdőfogásban, na ezt nem kellett volna, hanem biztosabban kezdeni. A 825 kg-os összteljesítménye így is az 5. helyre volt elegendő az összetett versenyben. Elért eredményével elégedett volt Pánisz László is, aki korábban maga is nyert világbajnoki címet. Én azt gondolom, hogy az összetett eredmény az körülbelül az valahol itt volt reális, hogy itt lesz a vége. Már a kilóba az összetettnek, az 5. hely az egy tényleg egy jó helyetállás, és a fekvenyomás az mi is tudtuk előzetesen is, hogy abba van nagyobb esély. Úgyhogy Milánnak ténylegesen meg kellett verni az egész mezőnyt ahhoz, hogy megkapja az aranyémet, hogy el tudja hozni az aranyémet, úgyhogy azt kimondottam, mert ott nyilván érmet vártunk, az, hogy milyen színű, az nem dől le, az arany az ettől jobb nem lehetett volna. Bár előzetesen Milán nem tervezte, de a mostani kiugró eredményének köszönhetően mégis rajthoz áll még egy versenyen az idén. Decemberben Európa-bajnokságot rendeznek, szintén Svédországban. Nem terveztem versenyezni már idén, de aztán úgy alakult a jövő, hogy elindulok az Európa-bajnokságon. Ez is Svédországban lesz megrendezve, csak kicsit északabbra, mint Halmstad volt a mostani verseny. Bízunk benne, hogy sikerül megint kénekelni egy kis sajtot a versenyzők szájából.